Sziasztok! Hoztam nektek a márciusi jóslatokat a kínai horoszkóp szerint. Ha nem tudnád, hogy melyik évben születtél, hova tartozol, akkor a videó alatti boxban megnézheted, itt csak az évet kell figyelembe venni. Ha személyes jóslást szeretnél a kártyáimból rendelni, energetikai tisztítást vagy energetizált ékszereket, akkor minden információt megtalálsz a videó alatti boxban. No, nézzük, hogy a patkány évében születettek, mire számíthatnak. Márciusban milyen energiák lesznek. Úgy látom, hogyha valamit terveztél, akár kommunikációval kapcsolatban, vagy bármilyen párkapcsolati költözés, utazás, bármi egy kicsit korlátozódik, ott áll a szerencse egyébként, csak valami miatt, mintha halasztódna a dolog, sokatoknál van költözés egyébként, olyan, mintha olyan nehezen indulna el a dolog, vagy még nem találtátok meg az álmaitok házát, de úgy látom, hogy hónap közepére lesznek megoldások. Így van, vágyaid szerint, hogyha ingatlan adásvétel lenne neked, azt üzeni a kártyáim, hogy ha egy kicsit engedsz az árból, akkor vágyaid szerint meg tud valósulni. Így van, hiszen anyagi gyarapodás várható. Az is lehet, hogy fizetésemelés, valamilyen kis plusz pénz, vagy bármilyen olyan tevékenység, ami esetleg kreatív tevékenység is, ami neked anyagi stabilitást hozhat, amiből pénzt tudsz keresni. Ha sok volt a kiadás, akkor most a bevételeid megnőnek. Nálad és a családban is úgy látom, hogy megvan a harmonikus kommunikáció. Sokatoknál van olyan, hogy gyermekekkel kapcsolatban esetleg kisebb betegség, de úgy látom, hogy az is támogatva van. Nem látok nagyobb problémát. Így van. Akár gyerekre születés is lehetséges egyébként, hiszen egy új generációs gyermeket látok, hogyha ez is korlátolva volt, akkor megvalósítható, lehet most próbálkozni. Kisebb betegségek lehetnek egyébként, úgy látom, hogy sokatoknál van olyan, hogy erőtlenség, vagy az energetikai rendszer egy kicsit gyenge, nagy hangsúlyt kell most fektetni az energetikai rendszer tisztítására, hogy ne legyenek negatív energiák. Úgy látom, hogy sokan orvosnál is jártatok, az is lehet, hogy műtét volt, és lábadozás van most. De igen, ott a papír, az orvosi papír egyébként. Úgyhogy egy kicsit el is húzódik ez a dolog, de maximálisan támogatva van a gyógyulás, úgy látom nálad, vagy esetleg a szülőknél is, hogyha volt ilyen betegség, orvosi beavatkozás. Munka tekintetében egy kicsit olyan nehéz, az energia lehet, hogy valamiben bizonytalan vagy, vagy hogyha úgy érzed, hogy belefektet ez az energiádat, mégsem jönnek az eredmények, munkakeresésnél nem kell szomorúnak lenni, hiszen több lehetőség közül választhat, ott van az a bejelentett munka, amit szeretnél. Most egy férfi főnököt látok egyébként, úgyhogy megindulnak a dolgok, így van, most valami felszabadul. Sokatoknál van olyan, hogy tervezgettek akár tengeren túli utat is, hiszen ott van a távolság, ott van a hajó szimbóluma, arra is meg lesz a lehetőség. Ott van az utazás, a helyváltoztatás, akár költözés is nálad vagy a családban, hogyha terveztétek, kicsit megakad, de úgy látom, hogy stabilizálódni fog. Na nézzük meg, hogy mit mutat a pozitív megerősítés kártyám, mi az üzenet számodra. Testem, lelkem, szellemem épp és egészséges. Ha esetleg van olyan kérdésed, amire a válasz eldöntendő, kérlek, tedd fel magadban. Ki is mondhatod hangosan, hogy rezegjen a térben. Húzok két lehetőséget, a válaszok kártyámat megkérdezzük, mi az üzenet számodra. Ez az egyes, ez a kettes. Ha az egyest választottad, a válasz a lelkedben van. Ha a kettest, vigyázz, hogy mibe keveredsz. Hogyha csatornatag vagy, hamarosan készítem a videót neked. Megnézzük, hogy a munka területén mi várható márciusban, hogyha vállalkozó vagy, berendebb munkád van, vagy munkakeresésben vagy.
Ha csatornatag szeretnél lenni, a videó alatt elolvashatod, hogyan csatlakozhatsz. Exkluzív videókhoz juthatsz, ajándékokhoz. Azonnal értesülhetsz a tartalmakról hamarabb. No, nézzük, hogy a Biva évében születettek, mire számíthatnak márciusban, ki is fordult. Sokatoknál van hivatalos ügy, munka, tanulás, bármilyen papíros tevékenység. No, nézzük, mi várható ezzel kapcsolatban. Így van, ingatlannal kapcsolatos változás, költözés, úgy látom, hogy sokan felújításba kezdtek, csinosítgatás, festés, úgyhogy így van, meg is lesz rá a pénz, hogyha hivatalos ügyed van, sokatoknál van munkahivatalos ügy, a kártyáim azt üzenik, hogy nem szabad most szomorkodni, látom, hogy régóta vágynátok akár egy új munkára, vagy hivatalos ügy, ami meg volt akadva, most tavasszal megindul. Úgyhogy ott vannak a papírok, több munka közül is választhatsz. Úgy látom, hogy pozitív vagy, pozitívak a gondolatok. Ott van a pozitivitás, a kreatív energia, olyan kirobbanó az energetikád, és ott sincs probléma. Olyan, mintha váratlan bevételek, akár pénz is jöhetne hozzád. Úgyhogy nagyon jól tudsz vonzani. Úgy látom, ott a spiritualitás. Nagyon jó gondolatok. Az is lehet valami kipattan a fejedből. Jó ötleteket tudsz megvalósítani most. No, nézzük, hogy mit üzen a kártyám neked. A pozitív megerősítés. A jó lehetőségek épp időben érkeznek hozzám. Hogyha esetleg van olyan kérdésed, amire a válasz eldöntendő, kérlek, tedd fel magadban, húzok két lehetőséget. Megnézzük, hogy a válaszok kártyán mit üzen neked. Ez az egyes, ez pedig a kettes. Ha az egyest választottad, nincs rá garancia. Ha a kettest, vonz be magadnak. A csatornak tagoknak készítem a munkával kapcsolatos videót, megnézzük, hogy mi várható bővebben márciusban a munka területén, ha van munkád, illetve a munkát keresel, ha csatornatak szeretnél lenni, a videó alatti boxban elolvashatod, megnézheted, hogyan csatlakozhatsz. No, nézzük, hogy a Tigris évében születettek mire számíthatnak. Milyen energiák lesznek márciusban? Úgy látom, hogy a munka területén lehetnek változások, hivatalos ügy tekintetében, hogyha egy kicsit elakadtak a dolgok, akkor ott van az új energia, a számodra megfelelő munka, ahol szeretetteljes környezet van, bejelentett hosszú távú munka, kicsit lehet, hogy ki kell használni a kreativitásodat. Új ötleteket tudsz megvalósítani a munkával kapcsolatban. Úgyhogy az pozitívan támogatva van, úgy látom. Nagyon szép lapok. A spiritualitás nagyon ott van neked. Az is lehet, hogy olyan gyermeked van, aki spirituális, biztosan érzékeled is. Bár az új generációs gyermekek mind látnak, hallanak olyan, mint a kis avatárok lennének. De az is lehet egyébként, hogy távol vannak a gyermekek tőled, más országban, városban dolgoznak. Úgy látom, hogy ott sincs probléma, hiszen nyitott szívcsakrával megvan a harmonikus kommunikáció, ott van a szeretet köztetek. Na nézzük, mi várható még. Anyagi tekintetben is csodaszép lapok. Úgy látom, anyagi gyarapodás várható szerencsével, akár kisebb nyeremények is, hiszen fortuna ott van melletted. Megnézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyám mit mutat neked, mi az üzenet. Pozitív gondolataim által jólét költözik az életembe. Hogyha esetleg van kérdésed, eldöntendő kérdésed, kérlek, tedd fel magadban, megkérdezzük a válaszok kártyámat. Húzok két lehetőséget. Ez az egyes,
ez pedig a kettes. Ha az egyest választottad, a megoldás a szemed előtt van. Ha a kettest, soha. A csatorna tagoknak kiboncolgatjuk a munka területét, hogyha bejelentett munkád van, illetve vállalkozásod, vagy munkát keresel, megnézzük bővebben. Ha csatornatag szeretnél lenni, akkor te is csatlakozhatsz a videó alatti boxban. Elolvashatod, megnézheted, hogyan kell csatlakozni a YouTube-on. Na nézzük, hogy a nyúl évében születettek, mire számíthatnak ebben a hónapban. Milyen energiák lesznek, milyen fordulópontok. Úgy látom, hogy hónap elején olyan, mintha letetted volna a terhedet, ingatlannal kapcsolatos változás, költözés, úgy látom, hogy támogatva van neked vágyaid szerint, az is lehet, hogy régóta keresgéltél, és most meg lesz a megoldás. Úgy látom, hogy a spiritualitás az nagyon jön most neked, súgnak neked fentről, úgyhogy ott vannak a pozitív felismerések. Így van, munkával kapcsolatban új energiák, akár ingatlan, akár munka, akár jogügyek, most valami megindul. Látom, hogy sokatoknál korlátozva volt, egy kis nehezítés volt, de olyan, mintha hónap elején letetted volna ezt a blokkot, és minden beindulna. Nálad vagy a családban költözés, munkahelyváltás, hiszen új munkát látunk. Úgy látom, hogy egy női főnök van, aki szeretetteljes, harmonikus energiákkal. Úgy látom, hogy csoportban jól tudtok dolgozni. Egy megfelelő munka számodra, ahol kellemes a környezet, nem húzzák az energiádat. Az most adott, így van, több minden, ami beindul neked most. Úgy látom, hogy mozgalmas lesz ez a március. A kártyáim azt üzenik, hogy bármit tervezhetsz, hiszen kisebb utazások is ott vannak. Egy wellness hétvége vagy bármi, hiszen ott van a hajó szimbóluma, valami elindul az utazás lapjával, nagyon hamar támogatva van. Sokatoknál úgy látom, hogy gépkocsi vásárlás is, több lehetőség, amiből választhattok. Nem érdemes most konfrontálódni, azt mondja a kártyám, hiszen lehetnek irigyek egyébként. Egy hölgyet látok most, egy világosabb hajút, de úgy látom, hogy azt ki tudod védeni, így van, hiszen hiába féltékenyek rád, nem veszed fel ezt az energiát, itt nem lesz probléma, úgyhogy lelki egyensúly van. Na nézzük, hogy mi az üzenet számodra a pozitív megerősítés kártyámból. Időt adok magamnak, bármi megtörténhet. Hogyha esetleg kérdésed lenne, húzok két lehetőséget a válaszok kártyából, kérlek, tedd fel magadnak. Megnézzük, mi az üzenet. Ez az egyes. Ez a kettes. Ha az egyest választottad, hallgass meg mások véleményét. Ha a kettest, nyugodtabb tempóban haladj tovább. Hogyha csatornatag vagy, akkor készítem nektek a munkával kapcsolatos videót. Megnézzük márciusban bővebben, hogy mi várható, hogyha vállalkozásod vagy, illetve bejelentett munkád van, vagy hogyha munkát keresel. Ha csatlakozni szeretnél, a videó alatti leírásban elolvashatod, hogy hogyan tudsz csatlakozni. Hogyha sárkány évében születtél, nézzük, hogy milyen változások lesznek márciusban, milyen energiák, milyen fordulópontok. Úgy látom, hogy szerencsés időszakban leszel, nincs probléma a családi kapcsolatokban, úgy látom, hogy a gyermekekkel is, anyukával, apukával, hogyha még távol vagytok, akkor is megvan a harmonikus kommunikáció. Így van, tehát ott nincs blokk semmilyen tekintetben. Új dolog, munka, illetve hivatalos úgy tekintetében, ami neked most nagyon berobban. Ha munkát keresel, akkor nyugodtan próbálkozhatsz, hiszen lesz lehetőség, ott vannak az új energiák, sokatoknál volt úgy, ugye, hogy
egy kicsit megakadt ez az energia, vagy régóta kerestek, most lesz lehetőség, így van, több lehetőség van, ami úgy látom, hogy így van, maximálisan jó. Tehát légy határozott, azt üzeni a kártyám. Egy olyan munkát látok, ha munkát keresel, ahol sokan vagytok nagy társaságban, úgy látom, hogy az energia is megfelelő számodra. Tehát légy határozott. Így van, sőt, még pénzgyarapodás is várható. Kis pénzből sok pénzt csinálsz, úgy látom, ott van a stabilitás. Amire vágysz, az meg lesz. No, nézzük, hogy mit üzen a pozitív megerősítés kártyán neked. Megélem az életem a maga teljességében. Hogyha esetleg van olyan kérdésed, amire eldöntendő a válasz, kérlek tedd fel magadban, húzok két lehetőséget, megkérdezzük a válaszok kártyámat. Ez az egyes, ez pedig a kettes. Ha az egyest választottad, ne habozz, ha a kettest, kompromisszumot kell kötnöd. A csatorna tagoknak bővebben kielemezzük, hogy a munka területén mi várható, ha munkát keresel, illetve ha van munkád. Ha csatornatag szeretnél lenni, akkor te is csatlakozhatsz a videó alatti boxban, megtalálod a leírást. Na nézzük, hogyha a kígyó évében születtél, mire számíthatsz márciusban, milyen energiák jönnek, milyen fordulatok. Költözés. Sok mindenkinél van költözés, úgy látom. A kártyáim azt üzenik neked, hogy ragaszkodj ahhoz, amit elterveztél, hiszen meg lesz az eredménye, nem is látok problémát ezzel kapcsolatban, ha esetleg pénzt vártál, akkor az is meg lesz pénzzel kapcsolatban is, kölcsön vagy bármi papíros ügy, ami házvásárlással, költözéssel kapcsolatos, az most meg lesz neked, nagyon pörögnek a kommunikációval kapcsolatos dolgok, úgy látom ebbe a hónapba, jövés, menés, csetelés, harmonikus kommunikáció, aki párt keres, annak nagyon jó időszak lesz arra, hogy keresgéljen, hiszen kettő lehetőség közül lehet választani, ott van a szívkirály, a szívkirálynő, aki egy kicsit lehet, hogy egós, illetve határozott, de okos, diplomás és nagyon hűséges, megfelelő energiával. Az is lehet, hogy külföldön lakik, vagy másik városban, de úgy látom, hogy nem lesz probléma, hiszen az is lehet, hogy valamilyen levegős jegyű, hiszen ezzel kapcsolatban nagyon sok kártya van, ami erre utal, hiszen látjuk a levegő szimbólumát több kártyában is. Ikrek, mérleg vagy vízöntő, de szerencsével támogatva lesz. Ha párkapcsolatban vagy, akkor is mindent meg tudtok beszélni, úgy látom, hogy pörögnek az energiák, tiszta energiák vannak körülötted. Ha esetleg olyan hölgyek, barátnők, munkatársak, vagy bárki, akik szurkapiszkálódnak, féltékenyek, hamisak, úgy látom, hogy húzzák az energiádat, így van, sok hölgyet látok, az is lehet, hogy féltékenyek rád, fordíts hátat, ne foglalkozz semmivel, ne vedd magadra ezt az energiát, mert az energiavámpirok sajnos ilyenek, hogy kiprovokálják a vitát, a konfrontációt, és így húzzák le az energiádat, ha belemész. Ha nem mész bele, akkor megmarad az energiád. No, nézzük az üzenetet a pozitív megerősítés kártyámból. Tudom, érzem, hogy értékes vagyok. Ha esetleg van eldöntendő kérdésed, kérlek tedd fel magadban, megkérdezzük a válaszok kártyámat. Két lehetőséget húzok. Ez az egyes, ez pedig a kettes. Ha az egyest választottad, jelentős erőfeszítésre lesz szükséged. Ha a kettes, rangsorold újra a fontos dolgokat. Ha csatornatag vagy, készítem a munkával kapcsolatos videót, megnézzük, hogyha van munkád, illetve munkakeresésben vagy, milyen energiák lesznek márciusban. Ha csatornatag szeretnél lenni,
Minden információt megtalálsz a videó alatti boxban. No, nézzük, hogy a ló évében születettek, mire számíthatnak márciusban, milyen energiák lesznek. Hirtelen beindulnak a dolgok. Úgy látom, munkakeresésben, hivatalos ügy tekintetében, úgy látom, hogy pozitívak a dolgok, ott vannak az eredmények. Akár esküvő, eljegyzés, bármilyen hivatalos sátétel, úgy látom, hogy aki párkapcsolatban van, tiszták az energiák, nincs blokk, mindenki alakul, ott van az új energia. Hogyha esetleg ingatlannak kapcsolatos változást tervezel, a kártyáim azt mondják, hogy ne csüggedj, hiszen lehet, hogy most megakadás van, de úgy látom, hogy lesz pozitív végeredmény. Sokatoknál van házzal kapcsolatos dolog, nem csak adásvétel, hanem felújítás is. Lehet, hogy egy kicsit elhúzódik, de ott lesz az eredmény. Hogyha párkapcsolatban vagy, úgy látom, hogy nagy társaságban lesztek, jöztök, mentek, sok emberrel lesztek körülvéve. Ha párkapcsolatot keresel, akkor rengeteg lehetőség. Úgy látom, hogy sok ember jön hozzád, majd amiből kiválaszthatod, aki számodra a legmegfelelőbb. Van olyan is egyébként, hogy hármas kapcsolat, hiszen hamisság is van a dologban, ne menj bele, mert lehet, hogy nem őszinte az, akivel beszélsz most, ragaszkodj ahhoz, amit te terveztél, határozottan, független, pozitív, aki hozzád való. Megkérdezzük a pozitív megerősítés kártyámat, hogy mi az üzenet számodra. A múltnak nincs többé hatalma fölöttem, elengedek mindent, ami nem épít engem. Ha esetleg van olyan kérdésed, ami eldöntendő, kérlek, tedd fel magadban, megkérdezzük, mit üzen a válaszok kártyám. Húzok két lehetőséget, ez az egyes, ez pedig a kettes. Ha az egyest választottad, figyelj a részletekre. Ha a kettest, biztosnak tűnik. A csatorna tagoknak készítem a munkával kapcsolatos videót, megnézzük, hogy ha munkát keresel, illetve ha van munkád, mire számíthatsz márciusban. Ha csatornatag szeretnél lenni, akkor a videó alatti boxban tájékozódhatsz, hogyan kapcsolódhatsz a YouTube-hoz. Na nézzük, hogy a kecske évében születettek, mire számíthatnak márciusban, milyen energiák lesznek, milyen fordulatok. Úgy látom, hogy nagyon begyorsul minden az életedbe, és nem egyedül kell semmit megoldanod, hanem lesz segítséged. Sokatoknál van olyan, hogy kirepül a gyermek a családból, úgy látom, vagy elköltözik. Szerelmi tekintetben lehetnek megoldások, hiszen látom, hogy egy értékes párkapcsolat van kialakulóban, ott van a szerencse és a ragaszkodás köztetek. Úgyhogy, ha párt keresel, akkor úgy látom, hogy támogatóak, pozitívak a lapok, hiszen két jelentkező vagy több jelentkező is van, ragaszkodj ahhoz, akit elképzeltél magadnak, hiszen egy romantikus partner, aki megjelenik. Van olyan is, hogy egyébként hármas kapcsolat, hogyha hármas kapcsolatban vagy, arra is lehet megoldás, hiszen isteni segítséggel olyan, mint hogyha a párod valamit lezárna, és valami kézzelfoghatóvá válna. Az is lehet, hogy elköltözik otthonról, veled tervez, hogyha hármas kapcsolat van. Így van, akár válás, hitelesítés, tehát erre is lehet megoldás, hogyha esetleg régóta fennáll neked, akkor most előrelépés van ezzel kapcsolatban, és döntések, ami számodra pozitív, olyan, mintha a karmátok kiegyenlítődne, van feladat, ott lesznek a döntések, így van. Családban nem látok problémát, az is lehet, hogy sok volt a pénzkiadás egyébként, de az is ki fog egyenlítődni,
De az is lehet, hogy anyukát vagy a gyermekeket támogatod. Arra megy ki a pénz. Megkérdezzük a pozitív megerősítés kártyámat, hogy mi az üzenet számodra. Húzok egy lapot. Azt adom, amit kapni szeretnék. Ha esetleg van eldöntendő kérdésed, kérlek tedd fel magadban, megkérdezzük a válaszok kártyámat. Húzok két lehetőséget. Úgy látom, ki is jött. Mind a kettő. Egyes, kettes. Ha az egyes választottad, nem. Ha a kettes, a helyzet bonyolultabb. A csatorna tagoknak bővebben kielevezzük a munkaterületét, hogyha munkakeresésben vagy, illetve van bejelentett munkád vagy vállalkozásod, hogyan alakulnak az energiák márciusban. Ha csatornatag szeretnél lenni, akkor csatlakozhatsz a YouTube-hoz. Ott van a videó alatti leírásban, mit kell tenned hozzá. Nézzük, hogy a majom évében születettek mire számíthatnak, milyen energiák lesznek márciusban. Márciusban úgy látom, hogy sok mindenkinek van olyan, hogy teherletétel, mintha valami megoldódna. Az is lehet, hogy tisztítod az energetikádat, valamilyen blokkot leteszel, ott vannak az eredmények, hogyha pénzt vársz, az is ott van, új energiák vannak munkával, párkapcsolattal kapcsolatban, számodra pozitívan egy családcentrikus környezetben, úgy látom, hogy beindulnak a dolgok, több dolog is van, amit tervezel, szerencsére meg tudod valósítani, gyönyörű lapok. Úgy látom, ha azon gondolkodsz, hogy új gépkocsit vásárolj, az is meg lesz, külföldi utazás is támogatva van, többször is egy évben úgy látom, vagy hogyha távol vagytok a szülőktől, gyermekektől, akkor is tudtok találkozni, úgy látom, hogy hosszú távot teszel meg, nagyon pörgős lesz neked ez a március, gyönyörű lapok, anyagi stabilitás, új munka, új gépkocsi, költözés, úgy látom, hogy több dolog is, amit meg tudsz valósítani, úgy látom, hogy lesz hozzá, bármit is szeretnél, lesz hozzá támogató anyagi stabilitás. Kommunikációban is ott van a harmónia. Úgy látom, hogyha munkát keresel, az önéletrajzot beküldöd, ott van a pozitív energia, az új kezdet, a megfelelő fizetéssel. Ha vállalkozást szeretnél, azt is elindíthatod, nagyon hamar gyümölcsöző lesz. Na, nézzük a pozitív megerősítés kártyám üzenetét. Nem törődöm azzal, mit gondolnak rólam mások. Ha esetleg kérdésed van, akkor tedd fel magadban, húzok két lehetőséget, megkérdezzük a válaszok kártyámat. Ez az egyes, ez a kettes. Ha az egyest választottad, mondd ki a végső szót. Ha a kettes, maradj rugalmas. A csatorna tagoknak megnézzük a munka területét, bővebben kielemezzük, márciusban milyen energiák lesznek, hogyha te is szeretnél csatlakozni, akkor a videó alatti boxban megtalálod, hogyan teheted. No, nézzük, hogy a kakasok mire számíthatnak márciusban, milyen energiák lesznek. Hoppá, repült egy kártya. Nagyon sok mindenkinek teherletétel van egyébként. Tehát márciusban olyan, mintha a tavasszal minden megindulna. Na, nézzük. Miben lesznek új energiák? Így van, akár gyerekszületés is, úgy látom, gyerekekkel kapcsolatos dolgok, de az is lehet, ha a gyermek munkát keresett, nem talált munkát, akkor ott van a pénzgyarapodás, tehát az is meg lesz. Gyönyörű lapok egyébként. Úgy látom, hogy nagyon spirituális vagy. Ott van fentről, súgnak neked. Nagyon kis hűséges, romantikus, már ha hölgy vagy, akkor kis hűséges, romantikus vagy.
tele kreativitással, szeretettel. Sokatoknál van olyan, hogy iskolába jártok, valami képzés vagy papíros ügy. Azt üzeni a kártyám, hogy ne toszogass tovább, akár spiritualitással kapcsolatban is, hogyha valamit szeretnél, akkor igenis végezd el azt az iskolát, hiszen támogatva van fentről, látom, hogy pénzbefektetés, viszont hosszú távon stabilitást hoz neked, nyugodtan vágd bele bármilyen tanulás, így van, hatalmas spiritualitás, lelki tisztaság, úgyhogy azt üzenik a kártyáim, hogy foglalkozz magaddal, ott vannak az üzenetek, van képességed, iratkozz be, hosszú távon ebből meg is lehet élni már, hogyha valaki ezzel kapcsolatban szeretné képezni magát, hiszen gyógyítás is van a dologban. Akár külföldi utazás, nyaralás, minden, ami hosszú távú, most elindulhat neked. Úgy látom, hogy mintha egy teher lemenne, egy karma meg lenne oldva, és új energiák lesznek. No, nézzük, mit üzen a kártyám neked, mi a pozitív megerősítés számodra. Ha bízom magamban, másban is megbízok. Ha esetleg van kérdésed, kérlek tedd fel magadban, húzok két lehetőséget a válaszok kártyámból. Ez az egyes, ez a kettes. Ha az egyest választottad, akad tiszta szívvel. Ha a kettest, megéri a fáradtságot. A csatornatagoknak kielemezzük a munkaterületét bővebben, mi várható márciusban, ha munkát keresel, illetve abban munkád vagy vállalkozásod. Te is csatlakozhatsz, hogyha csatornatag szeretnél lenni a YouTube-on, olvasd el a videó alatti boxban, hogyan teheted. No, nézzük, hogy a kutya évében születettek. Mire számíthatnak márciusban, milyen energiák lesznek, milyen fordulatok. Úgy látom, hogy sok volt a kiadás, de az is lehet, hogy a házzal kapcsolatos felújítás, vagy bármi, vagy esetleg új ingatlanra gyűjtögettél, mert nagyon nagy szerencsével ott van, támogatva van álmaid háza, olyan, mintha nem is kellene semmit tenned érte, fentről megoldanák a helyzetet. Sokatoknál van olyan, ugye, hogy összeköltözés, hogyha esetleg távol voltatok a párotoktól, szerencsével minden támogatva van, úgy látom. Így van. Úgyhogy lesz pénzkiadás, hogyha a házra költöd, úgy látom, de meg is térül. Sokatoknál rövidebb, hosszabb utazások, amire vágysz, vagy amit idáig nem engedhettél meg magadnak, úgy látom, hogy az is megvalósul. A kártyáim azt üzenik neked, ha esetleg van olyan hölgy az ismerőseid között, vagy a munkahelyen, akik féltékenyek, nagyon-nagyon hamisak, rengeteg rossz energia van ott, lehet energiavámpírok, terhelt energetikai rendszerrel, távolítsd el. Ne vedd fel ezt az energiát, de úgy látom, hogy meg is húzod, ott van az a fal, meghúzod, és nem engeded, hogy húzzák az energiádat, nem a te problémád. Maradj egyensúlyban. No, nézzük, mi az üzenet a pozitív megerősítés kártyámból számodra. A jövő megtervezése rajtam múlik, bízom magamban. Ha esetleg eldöntendő kérdésed van, kérlek tedd fel magadban, húzok két lehetőséget, megkérdezzük a válaszok kártyámat. Ez az egyes, ez a kettes. Hallgass a szívedre. Ez nem a te kezedben van. A csatorna tagoknak készítem a munkával kapcsolatos videót, megnézzük, hogy márciusban, ha munkát keresel, illetve a munkád, vállalkozásod, milyen energiák lesznek. Ha te is szeretnél csatlakozni a YouTube-on, akkor a videó alatti boxban elolvashatod, hogyan tudsz.
No, nézzük, hogy a disznó évében születettek mire számíthatnak ebben a hónapban, milyen energiák lesznek, milyen változások. Úgy látom, hogy sok volt a pénzkiadás nálad, vagy a családban, a gyermekeknél, de ki fognak egyenlítődni az energiák. Kreatív energiát látok, akár valami művészi, vagy bármilyen kreatív tevékenység, vagy amit a kezeddel csinálsz, a kis lelkednek, ami megnyugtató. A kártyám azt üzeni, hogy ebből pénzt is tudsz csinálni, úgyhogy nagyon jó kis tevékenységek. Bár ékszerkészítés, vagy valamilyen akár festés, vagy bármi, úgy látom, hogy tiszta energiákkal dolgozol, ott van, hogy tiszta szívcsakrából, tiszta lélekből tudsz dolgozni, már akinél ez aktuális, hogy ilyen tevékenységet végez. Hú, szerelem tekintetében is beindulnak a dolgok, úgy látom, hogy ha szerelmet keresel, ott van, nagyon hamarosan betoppan valaki az életedbe, aki családcentrikus, nagyon pozitív, rövid időn belül ott a szerelem. Az is lehet, hogy sokat utaztok majd együtt, vagy ha külföldi a partner, akkor te is kimész vele. Mindenre lesz megoldás, így van. Ha messze van, arra is lesz megoldás idővel, hiszen ott van a lélektársa, az ikerláng, nyitott szívcsakrával, nyitott lélekkel, gyönyörű lapok. Tehát ha párt keresel, akkor nagyon jó energiák lesznek, és pozitív energiák, úgy látom. Lélektársi kapcsolat, az is lehet, hogy te vagy spirituális, és fejlesztened kell a képességeidet, hogy valami berobban pozitív energiákkal. No, nézzük, hogy mit mutat a pozitív megerősítés kártyám neked, mi az üzenet. Mindenem megvan, amire szükségem van, hiszen megteremtem magamnak. Hogyha esetleg van olyan kérdésed, amire igen vagy nem a válasz, akkor kérlek, tedd fel magadban, húzok két lehetőséget, megkérdezzük a válaszok kártyámat, számodra mi az üzenet, ez az egyes, ez pedig a kettes. Ha az egyest választottad, légy kalandvágyó, ha a kettest, nem érdemes küzdeni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, csodás márciust kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek.